Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon egyszerű dolgot nézzünk meg. Hogyan tudjuk kiegészíteni a Cinnamon ablakkezelőnket, asztali felületünket, hiszen nagyon sokan használjuk a Cinnamont, illetve természetesen a Cinnamon a Linux mint alapértelmezett ablakkezelője, eszköze, ezt érdemes egy picit kiegészíteni. Ugorjunk is neki. Az első lépésbe tekintsük át, hogyan lehet kis alkalmazást beszerezni, elindítani meg egyéb. A kis alkalmazás panelt a Start menüből kerítjük elő, a neve meglepően kis alkalmazások. Kettő darab füllel találkozunk a kezeléssel, tehát a kezeléssel, illetve a letöltés füllel. Nyilvánvalóan a letöltés fülnél van kereső lehetőség, illetve a lefele nyílra kattintva töltjük le az eszközt. Azért hangsúlyoztam ki, hogy töltjük le az eszközt, mert természetesen amikor letöltöd, akkor nem lesz aktív, azt saját magadnak kell aktiválni, azaz a kezelésnél ide megyünk, kiválasztjuk, amit szeretnénk, plusz hozzáadjuk, tehát aktív lesz, mínusz deaktiváljuk, az eltávolítás, tehát a törlés feladat, illetve az alapállapotba való hozás, az összeset, erre figyeljünk, az összeset alapállapotba hozza, illetve van egy névjegy. A névjegy bennünket igazából nem érdekel. Mi az, ami érdekes lehet? Az első érdekes dolog, ami egyébként telepítve van, ez a kis lakatjel azt jelenti, hogy zárolva van, nem tudod eltávolítani, hogy miért, nem tudom, de számomra lényeg, nem lehet eltávolítani. Energiagazdálkodás és értesítések korlátozása. Ez gyakorlatilag ezt a kis ikont adja hozzá, kikapcsolni tudod az energiagazdálkodást, tehát az, hogy alvó állapotba kerüljön a monitorod, vagy éppen suspendet kapjon a géped, tehát alvó állapotba kerüljön a géped is, vagy az értesítéseket ki be tudod kapcsolgatni. Alapvetően ez egy érdektelen kis kiegészítő lenne, hiszen ezt egyéb helyről el tudod írni. Én azért szeretem ezt a kis alkalmazást elindítani, mert ha ide kattintunk, akkor a beállításokhoz jutunk. Na hát ez se túl érdekes. Van olyan, hogy energiakezelési beállítás, ismert panelt fogod megkapni, értesítés beállítása, az ismert panelt fogod megkapni, nem érdekes. Illetve természetesen innét beállíthatod ezt a két funkciót, ahogy neked tetszik. Ami engem nagyon megfogott, az, hogy gyors billentyűt is tudsz hozzárendelni az energiagazdálkodás kikapcsolására. Én ezt a billentyűt rendeltem hozzá, gyakorlatilag ezzel ki tudod kapcsolni az energiagazdálkodást, azaz alvóállapot és egyéb dolgot meg tudod akadályozni. Ez nekem azért kényelmes, mert egyetlen billentyű kombinációval, gyors billentyűvel tudom leállítani az energiagazdálkodást, azaz nem kapcsol ki a gépem, nem megy alvó állapotban a monitorom, akkor, amikor nem szeretném, nem kell sehova se kattintani, hanem gyorsan meg tudom tenni. Ahogy látjuk, energiagazdálkodás kikapcsolása a neve, én jobban szeretném azt, hogyha egy váltókapcsoló lenne, azaz nem csak kikapcsolhatnám, hanem visszakapcsolhatnám akár ugyanazzal a billentyű kombinációval, akár pedig egy másikat. Igazából teljesen mindegy, lényeg lenne számomra az, hogy el-vissza tudjam kapcsolgatni. Hát természetesen nem így oldották meg, de ez is egy kényelmi megoldás. Ezzel kapcsolatban szeretném bemutatni azt a lehetőséget, illetve azt a dolgot, hogyha telepítünk egy akármilyen kiegészítőt, kis alkalmazást, akkor annak a gyors billentyűi a gyors billentyűk közé be fognak kerülni. Nézzük is meg, hogyan működik. Billentyűzetet előhozzuk, mármint a billentyűzet panel, gyors billentyűzet, és itt van, hogy kiegészítőknek a gyors billentyűi, azaz egy panelon belül az összes kiegészítőnek a gyors billentyűit át tudod állogatni. Nagyon hasznos, hogy itt név szerint, illetve hogyha lemész ide, gyors billentyűk segítségével, gyors billentyű megadásával így pontosabb tudsz keresni. Szóval, hogyha azt mondod, hogy Super Alt E, akkor odaugrik, hogy Super Alt E gyors billentyűhöz hozzá van csatolva az energiagazdálkodás és értesítések kis alkalmazás, így gyorsan kapsz információt arról, hogy melyik gyors billentyű mihez van csatolva, azaz kényelmesen egy panelon belül az egész gyors billentyűzést meg tudod oldani. Egy nagyon hasznos kiegészítőt szeretnék bemutatni, aminek a neve éjszakai üzemmód. Természetesen installálni kell, hiszen láthatóan nincs itt
az a kis lakatikon, ami le van zárva, tehát gyárilag nem installálják neked, tehát a letöltések menübe kiválasztod az éjszakai üzemmódot, installálod és elindítod. Ha elindítod, akkor be tudod állítani. Logikusan ide kattintva megkapod a beállítási panelt. A beállítási panel nagyon egyszerű, éjszakai üzemmód ki vagy bekapcsolása. Én azért használom most az éjszakai üzemmód megnevezést, illetve nappali üzemmódot, mert ez az alap használata, de az, hogy te mikor váltod a kettőt, teljesen mindegy, feladathoz, munkához, kedvedhez külön beállíthatsz ikontémát, különböző témákat és egyebeket, és utána váltani tudod. Ami nagyon hasznos, automatikusan is tudod váltani a két üzemmód, éjszakai, nappali között a beállításokat, be tudod állítani, hogy alapbeállításkor reggel 6-kor váltson a nappali témára, illetve 18-kor este délután 6-kor váltson az éjszakai témára. Ez kényelmes, figyeljünk rá, ez nem azt jelenti, amit megszoktunk mondjuk a Redshift-nél, hogy megsárgítja. Itt a témázást változtatja meg, akármilyen beállítások szentelte, tehát te úgy állítod be a témákat, ahogy szeretnéd. Nappali üzemmód, éjszakai üzemmód külön-külön beállítható, nyilvánvalóan rákattintással kiválaszthatod, ablakkeret, ablakvezérlő elemeknek a témája, asztali téma, ikontéma, illetve az asztal hátterének a módosítása ki bekapcsolható. Itt meg kell adni természetesen azt a könyvtárat, ahol a háttérképeid vannak, és utána már működik az éjszakai üzemmód detto ugyanez, ott is be tudod állítani egy másfajta témázása, ikon, háttér, keret és egyéb témázása a lehetőségeket, majd utána váltani tudsz. Kényelmes, hasznos. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan feladatok, ahol jobb a világosabb témázás, kényelmesebb, illetve vannak olyan munkafolyamatok, például ahol sokat nézem a monitort. Én úgy gondolom, hogy hasznos kiegészítője a Cinnamon felületnek, hiszen kettő darab témát tudunk váltani villámgyorsan. Felmerülhet a kérdés, hol találjuk összegyűjtve ezeket az eszközöket, bővítményeket, kis alkalmazásokat, egyebeket? Természetesen erre van egy honlap, a Hivatalos Kiegészítők Tárháza. Ezen a linken el fogod tudni érni. Itt tallózni, nézelődni tudsz. Gyakorlatilag az, hogy tallózol, nézelődsz, az nagyon érdekes, hasznos dolog, de én azt mondom, hogy mindenképp érdemes, főleg, hogyha komolyabb, összetettebb, kiegészítőt, bővítményt, műveletet szeretnél letölteni, feljönni és megnézni a leírását. Ez azért hasznos, mert vannak olyan műveletek, kiegészítők, egyebek, amelyekhez különböző programok telepítése elvárt, azaz anélkül nem fog működni, hogy fent ne lengyen az a program. Itt meg tudod nézni a műveletek között, nézzünk is meg egy olyan dolgot, ami esetlegesen érdekes lehet. Készítsen képernyőképet, természetesen tudom azt, hogy máshogy is lehet képernyőképet készíteni, de bemutatása, hogy bizony vannak függőségek, amiket telepíteni kell, értelemszerűen elérhetővé kell tenni ezeket a programokat, ide leírja, hogy ezt az 1, 2, 3, 4, 5 darab eszközt kell telepíteni, ennek nagy része valószínűleg fent van, de mindenképp győződj meg róla, hogy mi kell hozzá. Nincs annál idegesítőbb dolog, hogy feltelepítünk valamit, egy kis alkalmazást, egy műveletet, vagy akármi egyebet, és utána nem működik. Természetesen van, amelyik kérja, természetesen van, ami nem írja ki azt, hogy neki függőségi problémái vannak, jobb előtte megnézni, ezeket feltelepíteni, és utána már nagyon jó eséllyel működni fognak azok a kis alkalmazások, azok a műveletek, kiegészítők, akármik, amiket szeretnénk használni. Ha már a honlapon vagyunk, egy nagyon egyszerű kiegészítőt ajánlanék, a neve mutatja, desaturálja. Desaturálja a képernyőt, azaz ahogy én ezt a kis gombot persze telepítés után megnyomom, minden szürke lesz. Na jó, legyünk őszinték, minden. A minden azt jelenti, hogyha van egy legördülő menü, előfordulhat, hogy itt-ott különböző egyéb eszköznél itt-ott egy picit megmarad a szín, de gyakorlatilag esti munkához, amikor már az embernek a szeme fáj, illetve elfáradt,
akkor kényelmesebb, mint a színes, esetleg virító színeket, sárgát, egyebeket tartalmazó kinézetű dolgokat nézegetni. Nagyon hasznos dolog, rákattintva lekapcsolom, visszakapcsolom a színeket, és kényelmesen nézegethetem a monitort, annélkül, hogy gyakorlatilag megfájdulna a szemem. Az általános kütyükön kívül a Nemo fájkezelőnek is vannak kiegészítői. Már régebben volt róla szó, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ha használunk egy rendszert, tehát most a Cinemont, akkor annak a saját fájkezelőjét érdemes alapesetben használni. Természetesen ezek a fájkezelők olyanok, amilyenek. Tehát van jobb, rosszabb, egyéb. A Nemo, amit hozzákapunk a Cinemonhoz, egy elfogadható, ilyen intézőszerű, tehát nem két panelos alapból, de két panelossá átalakítható kezelőszerv. Azaz, ezeknek van egy kiterjesztése, lehetősége, lehet hozzá különböző pluginokat, itt actionöket hozzáadni. Szerintem a legtöbbhöz lehet. Emlékeim szerint a legtöbb fájkezelőhöz lehet valahogy írni, illetve letölteni ilyen eszközöket. Hogyan történik ez? Természetesen letöltés után, mivel ugye ez nem úgy, mint az előzőekben ilyen kattogtatásos módszerrel, hanem bemásolásos módszerrel lehet aktivizálni, be kell ezeket másolni a saját könyvtáromba, a pont lokál. Mit jelent az, hogy pont? Rejtett könyvtár. Tehát a rejtett könyvtárak között kell keresni, ha nem látjuk, akkor a rendszerfájlok menüpontba vagy lehetőségnél megjelenítetjük őket. Ott van a share per Nemo per actions. Hát azért meg lehet jegyezni, meg amúgy is ki van írva. Azaz az installációja így történik. Hát gyakorlatilag, hogyha lemegyünk ide az aljára, lehet látni, hogy két lapnyi van, nem túl sok. Én úgy gondolom, ez a nem túl sok pontosan annyira elég, ahogy mi meg tudjuk nézni, hogy mi van benne, hogyha ilyen indítatásunk van, és tudunk sajátokat készíteni. Oké, jelenleg nem fogunk készíteni, nyilvánvalóan nem fogunk belenézni, nyilvánvalóan, hanem csak annyit fogunk csinálni, hogy egyet installálunk. Egyet szeretnék ajánlani, hogyha valaki sokat szerkeszt olyan fájlokat, amiket hát esetlegesen jó lenne, hogyha előtte mentenénk, azaz minden olyan szerkesztésre kijelölt akármilyen fájt jó lenne, ha előtte mentenénk, akkor jó lenne, hogyha ezt a fájkezelőbe egyszerűen meg tudjuk csinálni. Hogyan? Egy kiterjesztést, egy action-t lehet hozzárendelni, és itt lehet megtalálni, hogy backup-tis fájl. Hát bizony, rámerjünk, nem sok okosság van, de utal arra, hogy mit csinál, fájlnév és BKP kiterjesztés kap, annak az a jó dolga, hogy egy BKP, tehát nem egy elterjedt kiterjesztés kap, hogy nem töröljük automatikusan, mondjuk amikor BAC kiterjesztéseket vagy TMP kiterjesztéseket automatikusan szeretnénk törölni, hanem ennek egy külön kiterjesztése van, illetve akkor is jó, hogyha sok ilyen van a könyvtárunkban, sok mentésünk van, akkor egybe az egészet ki tudjuk törölni az összeset, aminek a kiterjesztése BKP 1, 2, 3, 4, akármennyi függőségek, get text és bas. Nyilvánvalóan bas alatt fog működni, igazából lehet, hogy más selek alatt is működik, nem tudom, meg kéne nézni a forráskódját, de gyakorlatilag alapértelmezett, úgyis a bas, nem az ESH, meg egyebek, azaz ezt telepíteni kell, hát hogyan telepítjük, letöltjük. A letöltés után lehet látni a mappánkba, a letöltések mappába, vagy ahol be van irányítva mondjuk a Firefoxnak a letöltése, hogy kapunk egy cippállományt. Első körben nem kell megijedni, mint ahogy mindent Linux alatt nagyon kényelmesen megoldhatunk, rákattintunk. A Cinemon ismeri, és én úgy gondolom, hogy kényelmesen egy kattintással elődobja azt a kis, nagyon egyszerű, tömörítvényt kezelő eszközét, amit mi használni fogunk, nem kell hozzá más. Kibontás. Természetesen ki szeretnénk bontani, nyilvánvalóan kibonthatjuk ide is, és utána bemásolással a megfelelő helyre hova kell betenni. Nyilvánvalóan oda kell betenni, ahova a leírás mondja. Az előbb megnéztük a leírást, természetesen sugóként előhozhatjuk a honlapot, meg lehet nézni, hogy hova kerül, de nyilvánvalóan Laci, saját könyvtár, ops, itt nincs olyan, hogy lokál. Rákattintunk a jobb egérgombbal, és rejtett fájlok megjelenítése, elő is ugranak a rejtett fájlok, és lesz nekünk valahol itt egy pont lokál.
pont lokálba bemegyünk, pont lokál után a Share, az elosztott könyvtárba, nyilvánvalóan a Nemo-ba bemegyünk, és akkor van az Action mappa, illetve van a Script mappa, az Action mappába bemegyünk, és ide fogjuk kibontatni, kibontás, igen, a fájlok megjelenítése, gyorsan odaugrik, ahova kell, tehát a mappát meg fogja nyitni, kényelmes dolog, szerintem a legegyszerűbb. Az általános tömörítvényeket fel fogja ismerni a Cinnamon fájlkezelője, a Nemo, meghívja a megfelelő programot, és utána tudod használni. Egyszerű egyébként kibontásra alkalmatos, különösebb okosságot nem fog tudni, láthatóan bent vagyunk. Hát azt mondja, hogy jobb egér gomb, és ki lehet ezt választani, hát erről szeretnék az Actionről egy mentést csinálni, biztonsági mentés erről a fájlról. Természetesen mind mindig ki fogunk próbálni mindent. Kettő dolog, ami a Linuxnak, meg mindennek a lényege, elolvassuk a leírást, elemezzük, hogy mi van leírva, hát itt gyakorlatilag két sor volt leírva, nem nagy agysebészet, amit kell csinálni, telepítjük, és utána kipróbáljuk. Miért? Mert most kényelmesen és gyorsan tudjuk javítani, ha valami nem megy, hát itt természetesen megy, és lehet látni, hogy megkaptuk a BKP kiterjesztést. Utolsóként, de nem utolsó sorban, beszeretnék mutatni egy bővítményt, egy kiterjesztést. A Cinnamon is bővíthető. Önmagában nagyon sok eszköz van hozzá, itt a kiterjesztések, bővítmények, címszó alatt lehet látni, lehet tallózgatni, itt is ilyen két lapnyi van, azaz nehogy úgy gondoljuk, hogy több százat keresgélhetünk, és egész napunk rámegy. Van, ami érdekes, van, ami kevésbé érdekes, van, amelyik nagyon jó, van, amelyik a kutyának se kell szerintem, mert teljesen haszontalan. Azaz nagyon jó dolog az, hogy te ki tudsz választani különböző bővítményeket. Nyilvánvalóan most már látjátok, hogy én mit szeretnék bemutatni. A G-Til elnevezésű csempézős eszköz szeretném bemutatni. Úgy is tudjátok, az i3VM egyéb, mondjuk Hyperland, a szívem csücskáda csempézős ablakkezelő, ahol megfelelő helyre automatikusan bedobálja az ablakokat. Tehát minden picike kis helyet kihasználunk arra, hogy megjelenítessünk valamit megfelelő módszerrel, megfelelő elrendezése. Ez a csempézős dolog nagyon hiányzik sok embernek, bevallom, vélhetően azért, mert minden ilyen egyéb Cinnamonhoz, KDE-hez, Gnome-hoz, hát a Gnome-hoz a PopOS ismeretével mindenki tudja, hogy hogyan, abba be is építettek ilyen csempézős dolgot, azaz sok embernek kellene. Hát itt is a G-Til működik. Ezt hogyan lehet telepíteni? Első gondolat az, hogy az ember elolvassa, mi van ideírva, letölti, bemásolgatja ide. Nyilvánvalóan ez is egy működő dolog, figyeljetek arra, hogy nem a Nemo-hoz kell berakosgatni. A másik dolog az, amikor a bővítmények panelt meghívod, ott is letöltés, kezelés. Ugyanaz, mint az előző kis alkalmazásoknál, működőképes. Azaz beaktiváljuk a G-Til elnevezésű eszközt, és ide rákattintva be tudod aktivizálni a dolgokat, valamilyen billentyű kombinációhoz hozzá tudod rendelni, illetve a billentyű kombinációk működnek. Miről is beszélünk? Megnyomjuk, hát a szuper, azaz a Windows és a G betűt. Előugrök egy ilyen panel, nekünk jelenleg van egy ablakunk, ami éppen ki van jelölve, és be tudod rakni oda, avagy szeretnéd. Ez nagyon kényelmes, magad tudod megszerkeszteni azt, hogy milyen beállítások legyenek, 3x2-es, 3x2-es, 4x4-es, 6x6-os lehetőség van alapból, tehát négy fajta beállítási rendszer tudsz használni, hát én most ide fogom tenni, és odaugrik bele. Logikus, jól működik, egyéb dolgokat be lehet állítani, itt az egyéb gyors billentyűket meg tudod találni, ami nagyon szuper, megnyomod a szuper gombot, meg a G-t újra előugrik, és itt van kettő előre berendezett automatikus csempézési lehetőség. Az egyik a hagyományos, hát hogy is mondjam, amit megszoktunk csempézős ablakkezelőnél, van egy fél monitort elfoglaló nagy rész, és mellette be lesz dobálva a többi pici, a nagy részbe az kerül, ami éppen aktív, a többi picibe meg az kerül, ami éppen a monitoron van. A másik lehetőség az, hogy ilyen két oszlopba berendezi a dolgokat. Én ezt szeretem, rányomok, és berakosgatja
az összes ablakot abba az elrendezésbe, amiben nekem kell. A beállítási lehetőségeket az elrendezésnél fogod megtalálni. Én azt hiszem a négy gomb, hiszen láttátok, hogy ott négy gomb volt a közepén, azoknak a beállítása a sorok, illetve az oszlopoknak a megadásával nagyon kényelmesen megadható, ízlésnek megfelelően, illetve a felhasználási szokásaidnak megfelelően meg tudod adni. Egy picit kell vele játszani, hogy úgy álljanak be az ablakok, ahogy neked tetszik. Nyilvánvalóan nem egy i3VM, és főleg nem egy Hyperland, de nagyon hasznos, mert elvissza lehet használni a dolgokat. Nyilvánvalóan utána ugyanúgy használhatod az ablakokat, tehát utána ugyanúgy működnek az ablakok, de legyünk őszinték, egy gyors elrendezéshez, az ablakok rendberakásához, amikor már sok van nyitva, nagyon kényelmes megoldás. Egy gombot megnyomsz, illetve két gombot megnyomsz, és utána kiválasztod, amit akarsz. Ennél egyszerűbb nincs. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Remélem a felsoroltak között találtál olyat, ami érdekes neked, és remélem arra is ráéreztél, hogy a Cinnamon annak ellenére, hogy nagyon egyszerű és atomstabil ablakkezelő rendszer, tehát egy rendszer, amivel tudod az ablakaidat ide-oda tologatni, meg megjeleníteni, annak ellenére sok mindent tud, plusz ki tudod egészíteni különböző eszközökkel. Igen, van olyan eszköz, amit úgy tudsz installálni, hogy kis panelba, és van, amit úgy be kell másolni, és utána mondjuk a némot kiegészíted. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon egyszerű dolgot nézzünk meg. Hogyan tudjuk kiegészíteni a Cinnamon ablakkezelőnket, asztali felületünket, hiszen nagyon sokan használjuk a Cinnamont, illetve természetesen a Cinnamon a Linux mint alapértelmezett ablakkezelője, eszköze. Ezt érdemes egy picit kiegészíteni. Ugorjunk is neki, hiszen az a lényeg, hogy minél több olyan dolgot megismerjünk, megtaláljunk az interneten, esetleg telepíteni is tudjuk, amivel kényelmesebbé tesszük a Cinnamon használatát.